Motorosok szelik egymás után a köröket azon a szlalompályán, amit a vezetéstechnikai eseményen állítottak fel Bonyhádon. Weiss Roland azt mondta, mindig kispályán kell kezdeni a motorozást. Megtanuljuk a szlalom, megtanulunk fordulni, fékezni, elfordulni, hová kell nézni a bójáról előre, hová nézünk, és utána jöhet majd a nagy dolog, az úttest. Egy kicsit, hát most késő vagy nem késő ez a program. Korán bejött a nyár, ugye korán kijöttek a motorosok, lehetett is látni, hogy már május elején kim voltak. Én is észleltem, hogy nagyon sokan, nevezzük úgy, egy kicsit ész nélkül nekiálltak, volt 3-4 vagy 5 hónapos pihenő. Fontos teál kihagyás után visszarázódni a ritmusba. Mindenhez ritmus kell, az életünk is ez egy ritmus. A motorozáshoz kell egy nagyon nagy ritmus, a vezetéshez is. Ugye a vezetés is úgy közlekedünk, hogy megy egy ritmus az úttesten, ahogy megyünk, ritmusba vagyunk. A motorozás is, ha a motoros rendőröket megnéztük, hogy mennek, ritmusosan döntöget. Na most ez fejleszti az embert, és ami nagyon fejleszti azt, hogy hová nézünk. Szóval mindig az, hogy egy kanyarba is az úttesten hová nézünk, az nagyon fontos, mert minél előrébb lenézünk magunk elé, vagy ahová nézünk, oda visszük a motort. De ez érthetendő az autóra is. Az elnök a guminyomás megfelelő beállításának fontosságát is kiemelte. Felhívta a figyelmet még többek között a láncok, fékek, lengéscsillapítók és a világítás ellenőrzésére. Filóni Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere is részt vett az eseményen. És miután jó idő van, és tényleg megindult a motoros szezon, azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű program, és az érdeklődők számából látszik, hogy ezt a résztvevők is így gondolták, hiszen nagyon sokan eljöttek. Gratulálok az Egyesületnek az ötletért és a szervezésért is. A köröket szelő motorosok szerint is fontos volt a gyakorlás. Nagyon fontos a motorosoknak a folyamatos képzés, hiszen nagyon nagy veszélynek vannak kitéve, és amikor 3-4 hónapra, vagy akár 5 hónapra is letesszük a motort, akkor évelején mindig érdemes egy kicsit foglalkozni azzal, hogy újra rutin szerzés legyen. Göllő Roland úgy fogalmazott, a bonyhádi önkormányzat folyamatosan támogatja azokat a civil egyesületeket, akik közösséget építenek. És a Völgységi Motoros Egyesület egy új szervezet a városba, de nagyon nagy elánnal léptek itt bele a közösségi életbe, és folyamatosan szerveznek mindenféle eseményt. Ugye a motoros Mikulás elvonulás volt az első, amit most már tavaly már másodszor szerveztek meg, és nagyon jó, hogy ők vannak, mert nagyon sok embert összefognak, és ezáltal is gazdagodik a város. Az egyesületnél kiemelten fontos figyelmet szánnak arra, hogy a fiatalokat bevonják a közlekedésbe. A szervezet elnöke létre szeretne hozni egy betonos placot is, ahol a bonyhádiak közlekedésen kívül gyakorolhatnának.